A tavaly évvégi bezárást követően március 3-ával újra üzemel a Tamási termálfürdő. Előre láthatólag május közepéig egyelőre csak heti kétszer lehet kihasználni, többek között a gyógyvíz jótékony hatását. Szaunázni lehet, plusz, és ehhez jön egy szolgáltatás, egy kültéri félig fedett termálmedencét sikerült úgy rendbehozni, hogy föl lehetett tölteni, azt tudják még igénybe venni a látogatók. A heti kétszeri nyitvatartás a májusi teljes nyitásig még módosulhat a látogatottság függvényében. A fürdőbe érkezők az épületben található öltöző helyiségen keresztül juthatnak be a szauna világba, innen közelíthető meg a kültéri, félig fedett termálvizes medence. Az üzemeltető a szauna világban kihelyezett, térítésmentesen igénybe vehető, meleg és hideg víz adagolására egyaránt képes adagoló automatán kívül egy üdítőkkel feltöltött italautomatával is kész az újranyitásra. Az ügyvezető hangsúlyozta, májustól újra teljes körű vendéglátói szolgáltatás lesz majd. Az alapbelépő ára jelenleg 4000 forint. Ebből azért kedvezményeket igyekszünk biztosítani, akciókat is szervezünk majd Tamási lakosoknak, már nem csak Tamási kártyával, hanem a lakcímigazolványukkal adjuk a 20%-os kedvezményt, tehát nekik 3200 forint lesz az alapár, Vidékeknek pedig már gondolkodunk egy másik akción, amivel hozzá tudunk tenni a kicsit magasnak tartott, de egyébként sajnos nem irreális a gyár A május közepi újranyitásig péntekenként három, szombatonként pedig négy sauna szeánsz programot szerveznek a Tamási termálfürdőben.